Hanok Levin Tel Avivi intézetből jött ez a levél, amely gratulációt fejez ki az előadásra és a 150 előadással kapcsolatosan, mert ez egy nem mindennapi eredmény egy ilyen kamara darabbal elérkezni 150-ig, és talán még tovább is reméljük, és az, hogy ezt még Tel Avivból is ennyire értékelik, ez egy nagyon szívmelegető valami. És 150 előadás után úgy éreztem, hogy ez gyönyörűen működik. Én bennem nagy mélységek és magasságok vannak. Semmit nem kell fölemelni benne, amit egy nagy színpadon vagy egy normális színpadon muszáj emeltebben játszani. Itt nem kell, itt olyan pici hangon és olyan közeli, mint egy filmet játszanám. És ez az egészre vonatkozik, és az persze, hogy egy élmény. Hát más, egész másképp viselkedünk itt, mint egy színházi előadásban. Nekem azt adja, hogy a kollégáimhoz olyan közel kerülök, hogy belátok az intim szférájába mind a kettőjüknek. Na most, mivel a nézők is közel vannak, és a legvégén meg kimondottan hozzájuk beszélünk, van egy-két olyan este, amikor egy nézőhöz is egész intim viszony alakul ki. Nekem ez sokat ad. Én már nagyon régen láttam. És ugye már őszintén szóval nem is emlékeztem egy csomó dologra, vagyis hogy jobban emlékeztem a Zsikére meg az Andrásra, mint a történetre. És nagyon érdekes érzés volt, nagyon-nagyon feszes ez még, jó, nagyon sűrű előadás, nagyon szép este lett. Ez engem nagyon meglepett, hogy sehol nem játszottak ekkora szériában, mint itt.